Egy 14 szólóvonós hangszerre írott darabról van szó, ami egyébként egy 13 szólamú mű tulajdonképpen, csak a nagybőgő erősíti az alsó csellók szólamait. Vonós fantáziákat választottam mellé, mert ezt a darabot is lényegében úgy kell játszani, ahogy ez a 16. századi konzort hagyományban elindult és gyakorlattá vált. Lényegében vibrátó nélkül, énekhangszerűen, tehát abszolút minden szempontból a darab a régmúlt késő középkor zenei stílusaira emlékeztet.